2018 a családok éve lesz a költségvetési tervezet alapján. Ez azt jelenti, hogy minden családtámogatási forma jövőbe is érvényben marad. Ilyen például a családi adókedvezmény vagy az otthonteremtési program, nyilatkozta a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. De több új kedvezményt is bevezetnek majd jövő évtől. Az egyik ilyen terület a hitelelengedési program a családok számára. Azokat a családokat szólítjuk meg, ahol az édesanyának diákhitele van. Ekkor az első gyermek érkezésekor felfüggesztjük a diákhiteltörlesztést, a második gyermek érkezésekor elengedjük a hiteltartozásnak a felét, a harmadik gyermek érkezésekor pedig a teljes diákhiteltartozást jóváírjuk, tehát onnantól megszűnik a fennálló hiteltartozás. A másik az a jelzálog hiteleket érinti. Itt olyan jelzálog hitelekről beszélünk, amelyeket az ingatlan vásárlás céljából vettek föl a családok. Itt a harmadik gyermektől fogva minden gyermek érkezésénél 1-1 millió forintot elengedünk a hiteltartozásból. Ennek felső határa nincs, így a harmadik, negyedik vagy akár ötödik gyerek után is jár az 1 millió forintos elengedés. Erre 10 milliárd forintot fordítanak a jövő évi költségvetésben a tervek szerint. Lenovák Katalin kiemelte, ha ettől nagyobb lesz a forrásigény, akkor kibővítik a hitelelengedésre fordítható költségeket. De további 5 milliárd forintot fordít a kormány bölcsődék kialakítására, valamint egy úgynevezett köldökzsinór programot is elindítanak. Jövő év január 1-től minden megszületett gyermek után ugyanúgy jár két családtámogatási forma, ami eddig csak a Magyarország területén született gyermekekre vonatkozott. Az egyik ilyen az az anyasági támogatás, ez egy egyszeri 63 ezer forintos összeg, ez egészen pontosan 63 ezer 125 forint, amit megkap az édesanya akkor, amikor megszületik a gyermeke. Jövő év január 1-től ez minden magyar gyermek után jár majd. A másik ilyen lehetőség az a babakötvény, a jövő évtől fogva kiterjesztjük a babakötvényt a külföldön született gyermekekre is, tehát nem csak a magyarországi lakhelyen rendelkező szülők fogják ezt a lehetőséget megkapni. A baba kötvény egyszeri támogatási összege gyermekenként 42.500 forint. Ez a gyerek nevére szól, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára kerül. Ez 18 éven át, maximum évente 6.000 forinttal támogatja a magyar állam.